Köszöntöm a nézőket! Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának szent háromnapja nem előkészület a húsvétra, hanem már maga a húsvét megünneplése. A témáról Csizmár Oszkár plébánossal beszélgetünk. Köszöntöm a Szubjektív műsorában! Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és ugyanígy nagyon örülök, hogy ebben a műsorban itt akkor erről a témáról beszélgethetünk. A liturgikus év csúcspontja ez a Szent Három Nap, amely talán értelmezhetetlen egy alapmisztérium a megtestesülés nélkül. Ezt egy kicsit, hogyha megvilágítaná nekünk. Ugye a keresztény teológiában többször felmerült ez a kérdés, hogy miért lett Isten emberré? Hát Istennek nem kellett emberré lennie, ez az első alaptézisünk. Saját szabad elhatározásából testesült meg a második isteni személy, az Atya egyszülött fia, akit görögül a Logosznak is neveznek nagybetűvel, aki Isten az Istentől, világosság a világosságtól, és tulajdonképpen az ember számára ez a legfölfoghatatlanabb misztérium, hogy a láthatatlan Isten emberré lesz, a teremtő teremtményé, de olyan misztikus és olyan csodálatos módon, hogy egyszerre Isten és egyszerre ember ugyanaz a valaki. Így a megtestesülés misztériuma tulajdonképpen azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban egy valaki van, a második isteni személy, de két valami. Van egy isteni természete, ami öröktől való, és van egy emberi természete, amit szabadon választott és szabadon vett föl az idők teljességében. És így tulajdonképpen a mi egész keresztény hitünk alapja is tulajdonképpen a megtestesülés misztériuma, hogy a láthatatlan és a mérhetetlen fölségű Isten emberré lesz, és tulajdonképpen ugyanaz a valaki, aki öröktől fogva van, néz ránk az Úr Jézus szeméből, és adja oda önmagát engesztelő áldozatul, ahogyan Nagy Szent Leó pápa mondja, mivel nem tudott meghalni a saját halhatatlan természetében az emberért, ezért fölveszi az ember halandó természetét, hogy meghalhasson értünk, elveszi azt, ami nekünk van, a halálunkat, a bűnünket, és mindazt, ami a romlása az emberi természetnek, hogy megossza velünk a saját isteni életét, vagyis a saját halhatatlanságát és a saját örökkévalóságát. Így az Úr Jézus tulajdonképpen az egyetlen közvetítő Isten és az emberek között. A legfőbb pap, miért? Már a puszta megtestesülésétől fogva, mert Isten oldaláról nézve ő a tökéletes Isten. Az emberek oldaláról nézve a tökéletes ember. De ugyan ő, tehát a mi oldalunkról nézve mindenben tökéletesen ember, a bűnt kivéve, az Isten oldalára nézve mindenben tökéletes Isten, mert az Atyától születik öröktől fogva. Így tehát ugyanaz a személy, ugyanaz a valaki, az, aki egyszerre Isten és ember, és tulajdonképpen ezért olyan fontos számunkra ez a Szent Három Nap, ahol tulajdonképpen Krisztusnak a misztériuma a leginkább kibontakozik, és a leginkább megismerteti velünk tulajdonképpen az élő Istent. És akkor talán kezdjük nagy csütörtökkel. Mi a jelentősége? A nagy csütörtök tulajdonképpen a papságnak és az euharisztia alapításának a napja, tehát Jézusnak a búcsú estje, illetve a búcsú zásnak a pillanata az, amikor megalapítja az új és örök szövetséget, mégpedig a saját vérében. És ez az alkalom, ez nem csak egy közönséges vacsora, hiszen sajnos a nyugatiak mindig hajlamosak a szimplifikálásra. Az utolsó vacsora az tulajdonképpen az ószövetségi rítusnak a csúcsa, amikor Isten kiszabadítja az ószövetség népét Egyiptom földjéről. A bárány vére az, amely megjelöli a zsidókat, és ennek a megünneplése évről évre egy nagyon pontos liturgikus előírások szerint, ahol rengeteg zsoltárt imádkoznak, fölidézik a kivonulás eseményét, úgy, ahogy majd mi is nagyszombaton. És ez alkalommal, ez a kultikus vacsora, ami egy pontosan előírt tulajdonképpen egy rítus, egy rituálé, az Ószövetség megünneplése, az, amit az Úr Jézus megragad, és új tartalommal tölti meg, az új és örök szövetség tartalmával, ez pedig az euharisztia alapításában nyomon követhető. Három kelyhet áldottak meg az ószövetségi pászka ünneplésekor, ebből a harmadik, az utolsó kelyhe, az áldás kelyhe, amelyet az Úr Jézus új tartalommal tölt meg, amikor azt mondja, vegyétek és igyetek, ez az új és örök szövetség az én véremben, valahányszor ezt teszitek, az én emlékezetemre tegyétek.
ez a szövetség kötés is szinte. A másik pedig, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely értetek adatik. Így a szimbólumok szintjén már is megjelenik az Úr Jézus tulajdonképpeni önfeláldozása, és ez az ő testamentuma, tehát a kenyér és a bor színe alatt megjelenő keresztáldozat, amit tulajdonképpen nagy csütörtökön alapít meg, és vele együtt a papságot, hiszen ekkor adja a hatalmat az apostoloknak, hogy ezt tegyétek az én emlékezetemre, ami tulajdonképpen nem más, mint az alapítás szavai, hogy az Úr Jézus följogosítja őket arra, hogy amit most ő tesz, azt az ő tanítványai az ő nevébe, és őt megszemélyesítve tegyék. A legfelsőbb fórumon és a legfelsőbb szinten nyilván a püspöki rendben, és alsóbb szinten pedig a papi rendben. Hát itt ő már tudta, hogy ettől kezdve valami új lesz. Nem csak, hogy tudta, akarta is, akarta. De már nem csak ekkor tudta, hanem a föllépésekor. Tulajdonképpen a 12 apostol megválasztása az egy manifestum. A szimbólumok nyelvén azt jelenti, hogy Izrael 12 törzse. Egy új ország, az új Izrael, amelynek 12 fejedelme van a 12 apostol személyében, akik a pátriárkái, illetve a főpapi fejedelmei az új szövetségnek. Ezért a 12-es szám az tulajdonképpen már azt jelenti, hogy az Úr Jézus tudatosan és előre készült az új és örök szövetség megalapítására, ez a 3 éves prédikáció, a tanítványok külön tanítása, de maga a misztérium, hiszen az őskeresztények is misztériumnak nevezik, a misztériumoknak a föltárása és alapítása az viszont éppen az életének utolsó napjaihoz kötődik, a nagycsütörtök este a papságnak, a papi rendszentségének, illetve a Szent Eucharisztiának, amit ma Szentmisének is nevezünk, a Szentmise áldozatnak a megalapítása. Ugyanehhez a naphoz kapcsolódik ugye a lábmosás szertartása és az oltárfosztás, a lábmosás jelentősége. Hát ez ugye benne van a János evangéliumban, a Jézus búcsú beszédében, amit hát úgy is mondhatnánk, hogy az ő végrendelete ez a beszéd, amit az utolsó vacsorán mond, és a szeretet jelét adja tulajdonképpen a lábmosással. Néhány egyházatja ebben a szimbólumban a keresztséget látja, hogy megmossa, ugye van a víz, amely mos és tisztít, hogy tulajdonképpen a keresztség előképét, vagy valamiképpen a keresztséget látják abban, hogy az Úr Jézus megmossa az apostolok lábát, és így teljesen tisztává teszi őket. Ez mondjuk az egyik része a magyarázatnak. A másik azonban, ami magából a János evangéliumból sokkal inkább kitűnik, hogy az Úr Jézus tulajdonképpen példát ad nekik, hiszen most tette őket az új szövetség főpapjaivá, és sokszor figyelmezteti őket, hogy köztetek ne úgy legyen, mint a világi uralkodóknál, akik zsarrokoskodnak a népeken, hanem példát adtam nektek, hogy megmostam a lábatokat. Na most a lábmosás az ókorban a rabszolga munkája, az utolsói. Tehát akik megvetettek, akit semmibe vettek, akin a haragjukat kélhették a ház urai, vagy úrnői akár. Erről az ókorban, pont Jézus korából egy csomó adatunk van, hogy még nagy filozófusok felesége is például a rabszolgákon élik ki, harapják őket, rúgják, vágják, tehát hogy a rabszolgán élik ki a haragjukat. Nem véletlen, hogy az ókor legtöbb irata a mértéktartásról szól, mert ez volt az égető probléma, hogy a rabszolgáikat verték. Na most a rabszolga kötelessége megmosni a ház urának a lábát és a bejövő vendégekét. Azáltal, hogy az Úr Jézus megmossa az apostolok lábát, tulajdonképpen megalázza magát a rabszolga szintjére. Ha én az Úr és Mester megmostam a lábatokat, akkor nektek is mosnotok kell egymás lábát, vagyis szolgálnotok kell egymásnak, és tulajdonképpen a másik javát keresni, ami mindenképpen megaláztatással jár, mert letesszük a saját méltóságunkat, a saját énünket, és így tulajdonképpen a másik javát szolgáljuk. És ebbe ad tulajdonképpen az Úr Jézus példát, és ő a szeretete legnagyobb jelének mutatja ezt, hogy a rabszolga, amiben már misztikus módon meg lehet sejteni Jahve szenvedő szolgájának az alakját. A szenvedő szolga, mert szolgál. Ha én az Úr és Mester mint rabszolga vagyok köztetek, akkor nektek is szolgálnotok kell egymásnak, és utána a szeretet parancsa, arról ismerje meg mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Tehát tulajdonképpen a lábmosás ezt akarja megjeleníteni, és ez az evangéliumi jelenet az, ami tulajdonképpen nagy csütörtökön, hát szimbolikusan is, hiszen a pap, aki Krisztust képviseli, megmossa a 12 apostolt szimbolizáló minisztránsok, vagy képviselők, vagy éppen odaültetett 12 személynek a lábát.
Szintén ehhez a naphoz kapcsolódik a templomokban az oltárfosztás. Ez miért történik? Az oltárfosztás szimbolikusan kifejezi azt, hogy az Úr Jézus most kezdi meg a szenvedését, kivonul az olajfák hegyére, és az apostolok pedig szétszélednek. Tehát így az üres tabernakulum már előre, tulajdonképpen előre vetíti azt, hogy az apostolok szétszélednek, és az Úr Jézus pedig hát a Golgotán megkezdi az ő szenvedését. Nagy péntek talán az egyik legszomorúbb, de legvigasztalóbb nap is. Hát a legszomorúbb pontosan azért, mert az Úr Jézus meghal a kereszten, egészen konkrétan, egészen szinte láthatóan és tapasztalhatóan. Mel Gibsonnak a filmje nagyon plastikusan kifejezi a nagypéntek kegyetlenségét, ahogyan Jézus ezt a halált fölvállalja. De miért kellett neki így módon meghalnia? Tehát miért ilyen szenvedések árán? Tehát hogyha utána a feltámadás az lenne a lényeg, akkor öreg korában bölcsen meghal és később feltámad. Igen, hát ez a kérdés, hogy miért kellett így meghalnia? Tehát pontosan a kérdésben benne van, hogy nem kellett meghalnia így. Ő maga választotta a halálnak ezt a legdrasztikusabb módját, hogy kifejezze egyrészt azt, hogy ő az áldozati bárány, akit megölnek az Ószövetségben. Minden áldozat csak úgy válik áldozata, ha feláldozzák, és az ószövetségi bárányokat szintén feláldozzák, tehát a vérüket ontják. Ezért minden ószövetségi áldozat beteljesedik az ő kereszt áldozatában, amely egyedül képes eltörölni a bűnöket. Másodszor így akarta megmutatni leginkább, hogy mennyire szeret minket, tehát ezekkel a nagy szenvedésekkel. Másodszor rá akart mutatni arra is, hogy a bűn az nem egy apró dolog. Tudnilik, amikor Krisztus keresztjével szembesülünk, akkor mindig szembesülünk a bűn misztériumával, mert hogyha a bűn nem lenne olyan drasztikus dolog, ami a pokolba taszít és Istentől örökre elválaszt, akkor Jézus valószínűleg nem szenvedett volna így. De ez a szenvedés, aki a kereszttel találkozik, óhatatlanul szembesül neki a saját bűneivel is. Ha az Úr Jézus így meghalt, akkor a bűn, amit nem látunk, ami csak mindig utólag derül ki, hogy rossz, és utólag materializálódik, vagy utólag látjuk a romboló hatását, az Krisztus keresztjén egyértelmű. A bűn nagyon rossz, ha az Isten fiának ennyire kellettére érte szenvedni, akkor a bűn az nem egy bagatell dolog, hanem nagyon komoly és súlyos dolog, ami Istent megbántja, az ember tőle eltaszítja, de Krisztus áldozata kiengeszteli az eget a földdel, és éppen ezért a legnagyobb kincsünk tulajdonképpen az, hogy az Úr Jézus meghalt értünk. Ha ő nem születik meg, ha nem hal meg, akkor mindenkinek az egyenes útja a reménytelenség, a kétségbeesés és az örök kárhozat. És nincs bűnbocsánat. Krisztus keresztje nélkül nincs bűnbocsánat. És ezt is az emberek úgy elbagatelizálják sajnos, hiszen olyan felületesen közelednek a bűnhöz is, a legtöbb azt mondja, nincs is bűne, de az Úr Jézus keresztje pont azt mondja, hogy van bűn, mert a bűnért halt meg, és a bűnért való legnagyobb áldozat Krisztus kereszt áldozata, a nagypénteki áldozat. És ami a megdöbbentő a nagypéntek kereszt áldozatában, hogy pontosan amikor az Úr Jézus maximálisan az utolsó vércseppig feláldozza magát értünk, amikor úgy tűnik, hogy már minden elveszett, pontosan ez az új élet születésének a lehetősége. Mi és a mi egész szellemi életünk, az örök életünk, sőt az egész megváltásunk, az Krisztus kereszt áldozatából született. Nagy szombat. Hát nagy szombat az a Krisztus sírbatételének az emléknapja, hogy őt eltemették, ahogyan ugye az evangéliumban és a passióban is már hallottuk virágvasárnap, és tulajdonképpen ez a gyásznak is a napja, amikor hát az egyház, ami Krisztusnak a jegyese, ezen a napon gyászol, mert hogy Krisztus sírba tették, és ez szimbolikusan is megél. És ez nagyon érdekes, mert ez egy alapvetően ószövetségi gondolat, hogy amikor szimbolikusan leutánozzuk azokat az eseményeket, amelyek a múltban történtek, akkor itt a jelenben mi magunk is a részeseivé válunk. Amit cselekszünk külsőleg, az szimbolikus, de ahogy mondja a jeruzsálemi Szent Kürillosz, a kegyelem és a megváltás az valóságos. Így tehát a nagyszombat tulajdonképpen ennek a
gyásznak az ideje, amikor Krisztus sírba van, és a várakozása is, mégpedig a föltámadás várakozásának az ideje. És a nagyszombat tulajdonképpen addig tart, amíg le nem megy a nap. Ez is ezt az egyház a zsidó liturgiából örökölte, hogy a nap addig tart, amíg le nem nyugszik. Amikor lenyugodott, az már a második napnak a része, és tulajdonképpen amiért nagyszombat a mi számunkra olyan rendkívüli, hogy akkor van az éjszakai virasztás. Az éjszakai virasztás pedig tulajdonképpen az ószövetségi olvasmányokból áll, egész sor ószövetségi olvasmány, ami megdöbbentően szinte ugyanaz, amit a zsinagóga olvasott a zsidó pászka idején. Tehát miből áll a zsidó pászka, ami ugye Isten kivonulása, vagy a szent nép kivonulása Egyiptomból? Hát az ember teremtés története, azután Ábrahám meghívása, azután a fogságból való szabadulás és a vörös tengeren való átkelés, a bárány föláldozása, az új és örök szövetség, a tiszta vizet hintek rátok, és új és örök szövetséget kötök veletek. Tehát ezek az olvasmányok azok, amelyek a virrasztás alatt szerepelnek. És tulajdonképpen a kereszténység kezdetén az a megdöbbentő, hogy például a kis-ázsiai közösségben, Efezus és környékén, ahol a Szent János apostol alapította a püspökségeket, és szentelte fel az utódait, az új püspököket, azon a helyen a zsidó húsvét és a katolikus húsvét mindig egy időbe esett. És még nem írta meg János evangélista az evangéliumát, ugyanazokat az olvasmányokat olvassa a zsinagóga, és ugyanazokat az egyház. Mégis egész más, ugyanazok a szövegek mást jelentenek a zsinagógában, és mást az egyházban. Az egyházban ezek az ószövetségi történetek, illetve fejezetek mindig a Krisztus misztériumba ágyazódnak be, és azon belül nyerik el a teljes értéküket. Például az ószövetségi bárány helyettesíti Krisztus, a bárány vérét Krisztus vére. Átvonulás a vörös tengeren, ugye ott a víz, ez már előre jelzi a kerességet, amelyben elpusztul már nem a fáraó és a zserege, hanem a bűnök és az új élet kezdete, utána a vándorlás a pusztaságban, ami tulajdonképpen az egyház földi zarándok útját vetíti előre, a manna az égből pedig szimbolizálja már előre a Szent Eucharisztiát. És tulajdonképpen a nagyszombati virasztás a Krisztus misztérium fényében olvassa ezeket az ószövetségi jeleneteket, még az ember teremtés történetét és bűnbeesését is, ugye ott van a Ádám és Éva, azután a jó és rossz tudásának a fája, meg a kígyó, és a fa és a kígyó. Az első ember a fán keresztül vétkezett, és tulajdonképpen az új szövetségben pedig a keresztfája az, amely legyőzi a kígyót és a sátánt. Mózes a pusztában fölemeli a részkígyót egy oszlopra, ami szimbolikusan előrejelzi azt, hogy Krisztus a kereszten végleges győzelmet aratott a sátán fölött. És tulajdonképpen ez mind a nagyszombati liturgiába ágyazódik be. Ez a virasztásnak az egyik legjelentősebb része, tehát a szent olvasmányok, amelyeket az egyház, még amikor az evangéliumokat nem is írták meg az apostolok, már is a Krisztus misztérium fényében olvasta és magyarázta. Végigkövettük ugye ezt a három napot, annyira nyilvánvaló, hogy egyiknek se lenne jelentőség a másik nélkül. Tehát ha nem lenne nagy csütörtök, akkor nem lenne nagypénteknek jelentősége, vagy nagypénteknek húsvét nélkül jelentősége, hogy annyira összekapcsolódik 3-4 nap tulajdonképpen. Így van, ez a három nap szinte egy, mert nagypéntek nélkül Krisztus nem lehet eltemetni, ha nem temetik el, akkor nem tud föltámadni, és a nagyszombat még azért érdekes az olvasmány, amit az egyház ilyenkor a Zsolozsmában olvas, az egy második századi vagy harmadik századi beszéd egy ismeretlen szerzőtől, ahol szinte drámai módon leírja Krisztus alászállását az alvilágba, ahol hívja Ádámot, hogy Ádám, hol vagy, éppen úgy, mint amikor kiűzték a paradicsomból, és hogy most maga az új Ádám, a megtestesült Istenige száll le az alvilágba, hogy kézen fogja Ádámot, és kivezesse őt az alvilágból az összes többi ószövetségi igazzal együtt. Tehát a nagyszombat valamiképpen Krisztusnak ezt az alvilágba szállását is kifejezi. Valahol úgy tűnik, hogy a népi vallásosság is bizonyos mértékben csökkent, átalakult, hogy a mai embernek
eleve problémája van a meghalással, a hozzátartozók meghalásával. Mennyire fogja fel, mennyire érti mindezeket a történéseket, és utána a feltámadást? Hát ez attól függ, akik templomba járnak, és folyamatos vallási életet élnek. Mi az ön tapasztalata? Hát szerintem, akik intenzíven gyakorolják a hitüket, azok tisztában vannak ezekkel a misztériumokkal, és tudják azt, hogy Krisztus értük halt meg személyesen, és hogy a halálba se lesznek egyedül, mert Jézus ezen az úton már előttünk haladt, és a halál tulajdonképpen abban az átok formájában, ahogy a megváltás előtt létezett, megsemmisítette. Tehát nem az abszolút semmibe és bizonytalanban megyünk, hanem oda, ahol Krisztus előttünk járt, tehát és azzal megszűnik az alvilág. Megszűnik a maga a pokol is, hogyha Krisztus leszáll, és ha Krisztus ott van, ha az Isten jelenléte vár engem a halálomban is, akkor az már többet nem az örök elmúlásnak a helye, hanem ellenkezőleg az örök élet kapuja, de csak azért, mert Jézus meghalt és föltámadt. Különben az örök kárhozat várna mindannyiunkat. Így tehát ezért mindig a halálunk is Krisztushoz kapcsolódik. A keresztségben is azt mondjuk, hogy akik megkeresztelkedtünk, Krisztus halálára keresztelkedtünk meg, hogy a földi életünk az ő életének a folytatása legyen, és így akkor, ahogy részesültünk az ő földi életében, az ő szenvedésében, részünk legyen az ő dicsőségében is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük az önök figyelmét, és viszontlátásra!